1037 kárpátaljai gyermek számára 38 ökológiai és oktatási programot valósított meg a Kelet-Európai Vallásközi és Polgári Környezetvédelmi Fórum az egyházak, vallási és civil szervezetek a nemzeti kisebbségek öko-oktatásáról szóló projekt révén. Az eredményeket a Nemzeti Kisebbségek Központjában mutatták be. Az öko-oktatási eredmények bemutatása a NABU-IRCEF való együttműködés révén című konferencia zárónapján. A kezdeményezők egyedülálló ökoterméket javasoltak megfontolásra, amely a nemzeti kisebbségek nyelvén is elérhető, mondta Olekszandr Bokotej. Ez egy ökológiai tündérmese ukrán, magyar, román, roma nyelven. Ez egy ökológiai hulladékgazdálkodásról szóló tematikus stand, amelyet különböző nyelveken készítettünk, ez egy ökológiai színező oldal, amelyet Minecraft stílusban készítettünk a szelektív hulladékgyűjtésről a nemzeti kisebbségek nyelvén. Terveink szerint további ökológiai témákat dolgozunk fel a nemzeti kisebbségek nyelvén, mivel ez rendkívül fontos a sok nemzetiségű Kárpátalján. Fontos az ukrán anyagok és termékek adaptálása a keleti partnerség országaihoz, mert ez növeli a lehetőségeket, hangsúlyozták a záró konferencián. A projekt egyébként áprilisban indult és évvégéig tart. Ez az Ökológiai és Vallástudományi Intézet által megvalósított projektünk záró eseménye, ahol összegezzük a projekt eredményeit és bemutatjuk módszertani eredményeinket. A cél a már kidolgozott anyagok átültetése a kárpátaljai nemzeti kisebbségek nyelvére. A különböző nyelvekre történő fordítással szinkronban dolgozni felelősségteljes feladat, ezért különös figyelmet igényelt, mondta Natalia Kulya, a projekt koordinátora. Nem csak a tartalom és a dizájn elkészítésére volt szükség, hanem gyorsan le kellett fordítani más nyelvekre, és mindent előkészíteni a publikáláshoz. De a projekt nagyon érdekes, mert rengeteg kreatív emberrel találkoztunk, akik segítettek a projekt megvalósításában, és sok érdekes vettek fel. A fordításhoz további szakértőket, fordítókat vontunk be, akik nem állandó jelleggel dolgoznak az intézetben, de részt vettek a kiadványok fordításában. A projekt eredményeit bemutatták a magyar, román és roma közösségek oktatási intézményei képviselőinek. Sokuknak van saját projektje az iskolások ökooktatását illetően. Iskolánkban tavaly valósítottunk meg egy szelektív hulladékgyűjtési projektet. Ez a projekt a brit tanács aktív polgáraitól származott. A projekt keretében szemetes kukákat kaptunk, a gyerekek szelektíven válogatták a szemetet, és van egy újrahasznosító pontunk Nagyszőlősön, és így vitték el tőlünk a szemetet. Van ukrán és magyar nyelvű ismertető, mivel a gyerekek magyar családból származnak, többnyire mindegyik magyar ajkú, jó, hogy vannak ilyen kétnyelvű könyvek a gyerekek számára. A rendezvény fő célja, hogy az iskolások ökooktatásának javítását célzó, a rendelkezésre álló módszerekről és eszközökről tájékoztassák a pedagógusokat.